Hagyományok szerint 13 órától várják majd a kalocsai piacon a látogatókat a szervezők és az árusok. Ez a negyedik alkalom, hogy megszervezzük. Nagyon örülünk neki, már az előző kultúrpiac után is kérdezgették az emberek folyamatosan, hogy mikor lesz újra, úgyhogy nagyon nagy sikere van a rendezvénynek, nagyon várja mind a lakosság, mind az árusok, hiszen már többen az asztalt is lefoglalták az előző rendezvény után, és gyakorlatilag a két rendezvény között nem is volt olyan hét, hogy ne jelentkezett volna valaki, aminek külön örülünk, hogy most már tényleg igazán messziről is érkeznek árusok, akár Vácról, Szarvasról, úgyhogy a mi kis kultúrpiacunknak most már országos híre lett. Mondhatni, mostanra már szájról szájra adják át az árusok a kalocsai rendezvény sikerét. A klasszikus piaci hangulat mellett most is a kultúráé lesz a főszerep. Ez a vasárnap délutáni időpont, ez nagyon kellemes nekik, mert végre akkor egy héten egyszer nem kell korán kelni, ők viszont mégis tudnak a szenvedélyüknek élni. Úgy, ahogy mindig ott a mi kis elképzelt színpadunkon a hal és zöldség volt előtt, fognak történni a kulturális programjaink. Külön örülünk neki, hogy a fúvós, az ifjúsági fúvós zenekar már jelezte, hogy fog jönni, már ki is tettük az eseményt. Természetesen a mesesarok az őszi kultúrpiac ideje alatt is nyitva lesz. A mesélők nagyon sok új történettel és játékkal készülnek a betérők is vendégek számára.